Látod azt a kis foltot ott a nád előtt? Na, az én vagyok. Jogos a kérdésed, hogy hogy kerülök oda egy több mint 100 hektáros víztározó kellős közepére egy melles csizmában, egy bottal és egy mérlegelővel a kezemben? Hát megígérem neked, hogy ebben a filmben kiderül. Többféle kihívás létezik szerintem a horgászatban. Én imádom a kihívást, ugye ezt már sokszor mondtam. Viszont az extrém vizeken az a nehézség, hogy megtaláljuk a halat, és azt a nagyon kevés nagy testű halat, ami bennük van, azt megfogjuk. Viszont van egy másik kategória, az agyóhorgászott vizek. Ezeken a vizeken viszont meg az a legnagyobb nehézség, hogy talán a halakat kicsit egyszerűbb megtalálni, mert nagyjából a tónak az egész területén vannak halak, viszont az okos, kitanult öreg pontyokat megfogni már közel sem ilyen egyszerű. Ezért szeretnék egy új sorozatot indítani, aminek az lesz a címe, hogy Legendás pontyok nyomában, és itt is vagyunk az első helyszínen, ami nem más, mint a nagy nevű merenyei víztározó. Tartsatok velem egy nagyon szuper tavaszi pecára! A Baranya megyében található legendás merenyei víztározó több mint 120 hektár, és az átlag mélysége 2,5 méter. Méltán híres a kapitális pontyokról, amik itt élnek, hiszen az ország egyik legnagyobb bajuszosa is itt lakik, a púpos névre keresztelt töves, ami több mint 45 kg, eszméletlen, hogy mekkora ez a hal, de ezen a halon kívül számos 15, 20 és 25 kg feletti óriási ponty várja az ide érkező horgászokat, viszont ami a különlegessége a víznek, hogy eszméletlenül régóta van horgászva, ezért ezeknek a nagy testű pontyoknak a megfogása rendkívül nehéz. Mivel még sosem horgáztam ezen a vízterületen, ezért nagy kérdés volt a horgásztúrám megkezdése előtt, hogy melyik helyet foglaljam el. Próbáltam utána járni YouTube-on, Facebookon, hogy melyik részen fogják a halakat ilyenkor tavasszal, és több olyan horgásszal is beszélgettem, aki sokat jár ide. Viszont valamiért volt egy olyan érzésem a horgászatom előtt, hogy nekem a mély részbe kell leülnöm. Házi réten tapasztaltam már egyébként azt, hogy ilyenkor kora tavasszal a legnagyobb halak azok még a mély vízben vannak, és ezt a tapasztalatomat megpróbáltam így kihasználni. Először a 29-es helyre foglaltam, viszont amikor megérkeztem, akkor kaptam egy olyan információt, hogy a 3-as hely is szabad, ahol áram is van, és mivel nagyon sok időre jöttünk, ezért döntöttem, és mivel nagyjából a kettő szembe volt egymással, ezért a 3-asra ültünk le, ami a tónak az egyik legmélyebb pontja, még van egy kicsit mélyebb annál, de itt kezdtük el a horgásztúránkat. Március 15-e van, szóval kíváncsian várom azt, hogy milyen aktívak lesznek a pontyok. Ugye még sosem horgáztam itt, tehát nagy kaland lesz ismételten egy újabb vizet felfedezni. Ugye 100 hektár körül van, azt hiszem, talán nagyobb is, mint 100 hektár merenye. Szóval tényleg izgatottan várom, hogy mit sikerül összehozni. A faházat elfoglaltuk, gyorsan összerakjuk a csónakot, és megyünk is be keresni a helyeket. Hát egy jó 70 centis isza. Csak megy lefele. Iszap tenger. Egy nagyon érdekes, mert ahogy itt most letettem egy bóját, nagyjából is szektorjelölőnek, és nagyon érdekes az, hogy tapogatom az iszapot, és vannak olyan picike kis foltocskák, ahol egy icipicit keményebb, és vannak olyan foltok, ahol puhább. És ezek között nagyjából ilyen 20-30 centi van. Szóval most nagyon gondolkodom azon, hogy hogyan tudnám elérni azt, hogy pont egy olyanba tegyem le a szereléket, ami nem ilyen takonylátságú, mert konkrétan centinként váltogatja az, hogy milyen kemény az iszap. Itt most egyébként van egy egész jó kicsi keményebb folt. De itt meg mellette már megint puhább, szóval érdekes nagyon. Jó?
gyorsan lehelyeztem ide egy bóját, mert a tapogató rúd, vagy a tapogató rúddal érzékeltem egy ilyen kemény foltot, de olyan keményet, hogy egy ilyen 10 cm iszap van rajta, és utána meg kőkemény, ilyennel még nem találkoztam, de iszonyat picik ez is, tehát egy fél négyzetméteres az egész. Akkor a bójától egy kicsit balra vissza kell letenni. Ott is ott van. Jó, ez egy jó spot. Ebben most bízom. Jó helynek tűnik. Na, irány tovább. Ismételten sikerült egy olyan helyet találnom, ahol a nagyjából 20-25 centi iszap alatt van valami kemény. Mind a három bójámat egy ilyen területre helyeztem el. Én azt gondolom, hogy ez azért van, mert itt nagyobb mennyiségben túrnak a pontyok, és kicsit jobban ki van fürödve talán. De legrosszabb esetben azért is jobb egyébként ez a rész, mert nem süpped bele annyira az iszapba az olmunk. Már most azt is megnéztem, hogy ezeknek a helyeknek a tetején kicsit keményebb az iszap. Hát véget ért az első 12 óránk, azaz az első éjszakánk, de ugye éjszakára jöttünk. A három boltból, amit bevittem, ugye az egyiken 16-os lidérc volt, a másikon egy 20-as süllyedő, a harmadikon pedig egy 20-as wafter. Az a bot, amin a 16-os volt, arra jött egy ilyen 3-3,5 kilós dévérkeszeg, amire számítottam. Szóval most azt csak így visszalógattam egy ilyen pár méterre, viszont a másik két bottal még várok egy kicsit, mert az időjáráshoz most elég béna, tehát erős déli szél van, és nagy légnyomás csökkenés, ez nagyjából estére fog megszűnni, szóval este tervezem azt, hogy mind a három botot újra viszem, lefrissítem, és nagyon remélem azt, hogy a következő napokban a lágy, ilyen lassú légnyomás növekedés az sokkal jobban fog működni, mint most ez a csökkenés, és kíváncsi vagyok, hogy sikerül elérnem az első kapásomat itt Merenyén a következő órákban. Hát a tegnapi orkán után nagyjából ilyen este 8-kor jutottam el arra a szintre, hogy bemertem szállni a csónakba, és lefrissítettem a botjaimat, és ugye az északi szél után úgy éreztem, hogy ugye kicsit enyhült, de növekedett a légnyomás, hogy az első éjszakánkon nem volt jó a légnyomás, rossz irányból fújt a szél, akkor nem számítottam kapásra, viszont ezzel ellentétben a második éjszakán úgy éreztem, hogy ha van itt előttünk hal, akkor érkezni fog kapásunk, és hát sajnos ez nem így alakult, ezért egyértelműen úgy gondolom, hogy mivel a következő napokban nem lesz drasztikus időjárás változás, ezért ez egy nagyon küzdős horgászat lesz, és biztosra veszem, hogy ha pontykapásom érkezik, akkor az valószínűleg nagy testű lesz, mert egyértelműen az jött le nekem ebből az egészből, hogy sok hal nincsen előttem, viszont reménykedem abban, hogy nagy testű hal van, ezért most türelemjáték lesz itt a következő napokban, most egy kicsit nem nyúlok hozzá a botokhoz, mivel úgy érzem, hogy mindegyik nagyon jó helyen van, és most várni fogok arra, hogy történik-e valami. Hogyha meg nem, akkor meg az egyik bottal elkezdek keresgélni, és lehet, hogy kipróbálom majd azt, hogy kicsit közelebb rakom le, kicsit távolabb rakom le, elkezdek variálni a csalikkal, hát nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan fog folytatódni ez a horgászat. Eleinte úgy terveztem, hogy bent hagyom a botokat egy újabb éjszakára, és nem bántom őket, nem nyúlok hozzájuk. Viszont ma beszélgettem hosszú órákon keresztül, több horgásszal is, és olyan információkat is kaptam, hogy ebben az időszakban ezen a helyen kicsit közelebbi részek szoktak működni, illetve olyat is, hogy a helynek a bal oldala szokott jobban működni. Ezért úgy döntöttem, mivel hideg is a víz, és mivel nem is horgáztam még ezen a tavon, ezért nem tartok ki azok mellett a helyek mellett, amiket az elején megkerestem, és próbálkozom tovább.
kettő botot áthelyeztem kicsit balrább és kicsit közelebb. Kíváncsian várom azt, hogy ez működni fog-e vagy sem. Ha ezzel se sikerül kapást elérnem, akkor pedig mindenképpen helyet fogunk változtatni és feljebb megyünk a sekély részre. A harmadik eredménytelen éjszakánk után úgy döntöttem, hogy mindenképpen érdemes helyet változtatni, és szerencsére, mivel nagyon hideg a víz és kevesen vannak a tavon, ezért erre van lehetőség. Ugye a hideg víz miatt szerintem nem vándorolnak nagyon sokat a pontyok, és hogyha három éjszaka alatt különböző taktikákkal, szerelékekkel, különböző helyeken nem tudtam elérni kapást, akkor szerintem nincsen értelme itt maradni, ezért át fogunk menni a tónak a legsekélyebb részére. Következő napokban érkezik egy felmelegedés, és véleményem szerint lehet, hogy nem 30 kilós pontyokat fogunk fogni azon a részen, viszont úgy gondolom, hogy nem érdemes itt maradni, mert itt már nem lenne több kapás szerintem. Ha viszont itt lenne, akkor valószínűleg az tényleg nagy hal lenne, de most nem szeretnék kockáztatni, nagyon hideg van még, szeretnék mindenképpen halat fogni, ezért most tényleg átköltözünk a 17-es helyre, erről fog szólni ez a mai nap. Hát akkor kalandra fel! Most, hogy elállt a szél, kicsit följöttem erre a rönkre, tök jó helyen van, és tudom figyelni azt, hogy van-e halmozgás előttünk, és azt kell, hogy mondjam, hogy látok halra utaló jeleket, szóval bizakodva állok neki az éjszakának. Én úgy érzem, hogy ha nem is lesz óriási hal, de jönnie kell valaminek az éjszaka folyamán. Hát igazam lett, ahogy besötétedett, jobbos botom életre kelt. Nem egy óriási pont, de három nap betlizés után jó érzés halat fogni. Örülök azért neki, remélem, hogy sok hasonló fogja követni, vagyis remélem, hogy nagyobb azért. Az elmúlt órákban 4 vagy 5 kisebb pontyot engedtem vissza, szerencsére érkezett egy kicsit nagyobb. Megkezdődött az 5. nappalunk, a 2. itt ezen a sekély részen. És ugye az első éjszakánkon itt nagyon sok halat fogtunk, mert oda balra horgáztam a nádashoz, és a legnagyobb arról a részről csak ilyen 6-7 kilós lehetett, és ugye a jobbos botom, amivel pedig a nyílt vizet pecáztam, az adott egy ilyen 7,5-8 kilós tőpontot is, és utána napközben megint fogtam 2 kisebb halat, egyet balról, egyet jobbról, és éjszaka is érkezett a homokpadról immár 2, ja nem, a napközben jött 1, az is ilyen 6-7 kilós, és éjszaka is egy 6-7 kilós ponty. Hát nem tudom, én ezt annak tulajdonítanám be, hogy még nem érkezett meg az igazi meleg idő, és ugye azért jöttem ide hátra, mert érkezik a felmelegedés. Most még egy kicsit hűlt a levegő, és igazából holnap reggeltől kezd el melegedni, és azt gondolnám, hogy holnap reggeltől Nem is az, hogy gondolom, már csak remélni merem, hogy holnap reggeltől érkeznek meg a nagyobb halak erre a területre. Most egy taktikaváltást megint eszközölök, azért mert megpróbálom azt, hogy nem szelektálok, tehát nem törekszem arra, hogy csak nagy halat fogjak, mert eddig ez nem vált be. Most kipróbálom azt, hogy megpróbálok megfogni minden halat, a 20-as és 24-es bojlik helyett fölteszem a 16-os bojlit, és igazából kicsit elhúzok jobbra, mert nincsenek mellettem a 16-os helyen. Azon kívül ráteszem ugyanúgy a homokpadra a szerelékeket, és nagyon remélem, hogy ma este sikerül fognom egy nagyobb bacska pontyot.
Még azért van egy pár napunk, és most jelenleg azt mondanám, hogy a célom erre az időszakra az, hogy egy 15 kiló körüli pontyot megfogjak, akkor már nagyon boldog lennék, és akkor úgy tekintenék erre az egész kiruccanásra, hogy azért sikerült megoldanom a helyzetet. Remélem, hogy ez össze fog jönni. Érdekes, hogy az előző helyen ugye az volt a probléma, hogy halat nem tudtam fogni, itt meg az volt a probléma, hogy nem tudtam szelektálni. Elkezdtem helyeket keresni a helyjel szembe és a helytől kicsit jobbra, ahol már kicsit mélyebb a víz, mert a nádas előtt ilyen 80-90 centi, onnan érkeztek a kisebb halak. Viszont a helykeresések folyamán nem találtam nagyhalra utaló jeleket, nem találtam oda olyan medrealakulatokat, nem találtam olyan medárfeneket, ahol úgy gondoltam, hogy érkezhetett volna nagy hal, viszont támadt egy hülye ötletem, hogy a napközben egyébként még a kis hal se jött, és úgy gondoltam, hogy ha úgyis olyan sekély a víz, akkor én miért ne vegyek fel egy melles csizmát, és miért ne menjek be hátra a gazok közé egy kicsit cserkelni. Megfogtam egy botot, megfogtam egy mérlegelőt, és nagy duzzogva, mivel nem fogtam nagy halat, elindultam hátrafele. Bementem a vízbe, nyakig süllyedtem az iszabba, de átvergődtem magamat a túloldalhoz, a nádfalhoz, és ott volt egy kis nyiladék, amiben bementem. Találtam egy szimpatikus bokrot, megnéztem, hogy milyen mély ott a víz, egy kicsit mélyebb volt, ott mélyült a víz. Letettem egy szereléket, egy szem 16-os lidérc csalizó bojli volt, és egy kis balanszírozott metod csalit tettem fölé, egy fehéret, az is lidérc volt, és egy három szem bojlit így rádobtam, kicsit hátraléptem egy párat, ott az öbölből kisétáltam, és érdekes módon nagyon izgalmas volt ez az egész. Nem számítottam kapásra egyébként, csak így el akartam ütni az időt a nappali órákban, a gyenge órákban, viszont kihúzta a kezemből a botot, egy nagyon szép nyurgapont, és egy hatalmas élménnyel gazdagodtam. Aztán Asta. Jézus. Valamit akasztottunk. Jézus Atya Úristen. Ez már egy hatalmas élmény. Még így, hogy nem fogtam meg így is. Azt a mindenit. Légy szíves, gyere ide. Azt a mindenit. Nem akarja az igazságot. Bent vagyok merenyén, a tó közepén, egy nádasban, egy bottal a kezemben. És akasztottam egy pontyot. Hát ez felgeteges érzés. Ez nagyon király. Fél centire van tőlem a hal. Csak hogy merítsem meg? Az itt a nagy kérdés. Ajaj. Nem van a kis akadóban. Gyere ide szépen, gyere ide szépen! Gyere ide szépen, halacska! Gyere ide, barátom! Fogtam egy halat, srácok. Fogtam egy halat. Aj, Istenem, itt vagyok a tó közepén. Nézzétek meg. Itt vagyok a tó közepén. Hát ez király volt. Mivel továbbra sem sikerült átlépnem a 8 kilós határt,
Ezért úgy gondoltam, hogy az lesz itt a megoldás, hogyha nagyon sok energiát fektetek bele a helykeresésbe, hiszen én úgy vélem, és szerintem ez így is van, hogy hideg vízben a halak ugye nem mozognak olyan sokat, mint felmelegedett állapotok között, és ugye sajnos magam előtt, a 17-es hely előtt nem találtam nagy halat, nem találtam nagyon halat se egyébként, csak balra a nádas előtt, ezért megpróbáltam kihasználni azt a lehetőséget, hogy ilyenkor a hideg vízben, hideg időszakban nem sokan vannak ezen a részen, az egész tavon. Vannak azért horgászok, én azt mondanám, hogy a helyeknek az 50%-a foglalt körülbelül. Szerencsére velem szemben és tőlem jobbra nincsen senki. Szóval először átmentem szembe a 18-19-es hely elé, és ott találtam szimpatikus részeket. Egy szem 16-os Lidérc attraktív csalizó boilit tettem le, egy kis PVA-val, amiben egy ilyen 5-6 szemet tehettem mellé. És reggel egy nagyon óvatos kapásom érkezett meg, tehát nem is húzta, egy csippanás, kicsit visszafeszítettem, még egy csippanás. Úgy éreztem, úgy gondoltam, hogy ismételten egy ilyen 6-7-8 kilós ponty van a horgon, viszont szerencsére tévedtem, és megmerítettem a horgásztúramnak az első szebbecske pontját. Hát az biztos, hogy nem életem halált sikerült megfognom, viszont végre egy nagyobb bacska, bőven 10 kiló feletti innen merenyéről. Nagyon nagyot küzdöttem érte, szóval eszméletlenül boldog vagyok. Reméljük, hogy még ennél is sikerül majd nagyobbat fognom. Nagyon szuper! A 10 kg feletti, hosszúkás tőpontjom után kettő botot elhelyeztem arra a területre, ahonnan ez a csodálatos hal érkezett meg, viszont azt itt merenyén tudni kell, hogy van lehetőség arra, hogy 3 bottal horgászon az ember, a napi egy 3 botra szól. Ezért a harmadik botommal viszont elkezdtem keresgélni tőlem jobbra a 16-os hely előtt, és 2,5 órát voltam radarozni a csónakban, és találtam egy olyan kis foltot, ahol több halat jelzett a radar, és azon a területen már kicsit mélyebb is a víz, tehát ilyen 140-150 centis vízben találtam meg ezt a kis foltot, és ide helyeztem el ugyanazt a szereléket, amivel a másik nagyobb bacska pontyot fogtam, egy szem kis attraktív csalizó Lidérc boili, PVA-ban pár szem mellé, és egy ilyen 4-5 szemet még rászórtam. Kijöttem a bottal, bementünk a lakókocsiba, beszélgettünk anyával, kicsit lepihentünk, nagyjából ilyen fél óra telhetett el a behúzás után, és ismételten kapásom érkezett, ez azért már combosabb volt, szépen begörbítette a botot, mert ugye jobbra volt elhúzva, éreztem azt, hogy ez is ismételten egy kicsit nagyobb hal lesz, és egy nap alatt már a második csodálatos 10 kg feletti tőpontjomat tudtam megmeríteni ezek után. Az elmúlt 2,5-3 órában sokat voltam vízen, új helyeket kerestem, és hát bevált a legújabb, és ismételten egy ilyen 10 kg körüli pontot sikerült merítenem. A mai napon már a második, úgy tűnik, hogy ez a felmelegedés is kezd beválni, és érkeznek a szebb pontyocskák is. A kettő nagyobb bacska tőpont után sajnos az éjszaka ismételten visszatértek ezek a 7-8 kilós pontyok mindegyik helyről, azokról a területekről is, ahonnan a nagyobb halak érkeztek. Ezért úgy döntöttem, hogy elhagyom az apró csalizó boilit, mivel ugye ezt akkor érdemes használni, amikor nagyon nagy küzdés van és nincsen semmire sem kapás, ezt erre fejlesztettük ki ezt a csalit, és úgy döntöttem, hogy PVA-t sem fogok használni. Egy szem 20 mm-es kemény Lidérc waftert tettem föl a hajszelelőkémre, amit meg is faragtam, egy picit elengedtem a horogtól, egy nagyjából egy ilyen 1 centire, és 3 szemet etettem rá, és úgy gondolom, hogy itt ez hozta meg az igazi áttörést, és ezek után nem fogtam 7-8 kilós pontyot, viszont nagyobbat annál inkább.
Hát a túránk 7. napján végre megérkezett egy csodálatos hal, sokkal nagyobb, mint azok, amiket eddig fogtam. Bőven 10 kg fölött van. Eszméletlenül csodálatos ez a tükörponty. Hú, nagyon boldog vagyok. Hát az éjszakánk az ismételten csöndesen telt, viszont ahogy feljött a nap, az egyik botomon azt vettem észre jobboson, hogy kicsit be van lazulva, de meg sem csippant, kivettem, le akartam frissíteni, és rajta volt ez a hal, ismételten egy 10 kg feletti csodálatos ponty, nagyon boldog vagyok. Hát amikor megcsippant a botom a 24-es Test Phoenix Boilival, akkor valamiért nem erre számítottam. Szerintem egy ilyen 7 kg-os süllőt sikerült fognom. Brutális ez a hal, mint egy szörnyeteg, mint egy dinoszaurusz úgy néz ki. Ebben a fagyos 6-7 fokos vízben én nagyon nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy jó helyeket keressek, megtaláljam a halakat, és ugye kettő ilyen területet már találtam, ami adott is 10 kg feletti pontyot, viszont a harmadik botomnak nem volt olyan helye, olyan jól bevált helye, amire visszavittem volna. Ezért úgy döntöttem, hogy elindulok a 16-os állás elé, közel a parthoz, és megpróbálok keresni egy olyan részt, ahol úgy gondolom, hogy vannak nagy halak. És hát megint több mint 2 órán keresztül bent voltam a csónakban, és keresgéltem, de nem találtam semmit sem. Már kezdtem elszontyolodni, hogy hát leteszem random valahova a szereléket, és akkor lesz, ami lesz, de kitartottam, kicsit kutattam tovább, és amikor kicsit megfordultam a csónakkal, annyit láttam a radaron, hogy egy hatalmas folt van ott a vízben, és így elgondolkodtam, hogy úristen, mi lehet ez a hatalmas jel? Ponty, vagy harcsa, vagy mi lehet, nem tudom, de mivel nem volt olyan hosszú, viszont magasra fölért, hogy a 140 centis vízben nagyjából egy ilyen 40-50 centire elért a háta a fenéktől, ezért úgy döntöttem, úgy gondoltam, hogy ez nem harcsa lesz, és nem is más hal, hanem ponty, és elhelyeztem ide egy szereléket, a jól bevált csalival, egy szem 20 mm-es faragott lidérc wafter, 3 szemet ráetettem, és nagy nehezen kijöttem a csónakkal, viszont nagyon, nagyon furcsa volt, mert annyira jobbra találtam meg ezt a halat, hogy a zsinórom az már teljesen a nádason ment keresztül, és befeküdtünk utána a lakókocsiba, eddig egyébként reggelente, meg délután érkeztek a halak, szóval tökre nem számítottunk kapásra, úgy voltunk vele, hogy hát jó, alszunk egy jót ismételten. 1/2 óra telt el attól, amióta bevittem a szereléket, és egy húzós kapás érkezett meg. Azt tudni kell, hogy eddig az összes kapásunk ilyen egy csippanós volt. Egy csippanás, és így, tehát hogy ki kellett menni, és nagyítóval kellett nézni a bocspiccet, hogy van-e rajta hal, és most nem. Húzta a szereléket, meg is ijedtem tőle, mert ugye amióta itt vagyunk, nem tapasztaltam ilyet, és amikor megfogtam a botot, éreztem, hogy itt valami nagyobb hallal van dolgom. És ugye ez arra a szerelékre érkezett, amit arra a hatalmas foltra tettem le. Nem tudtam beszállni a csónakba, mert a másik két botom pont velem szembe volt, és a csónak meg arrébb volt lerakva, ezért partról fárasztottam óvatosan a halat, teljesen ben volt a nádasban, meg voltam ijedve, és amikor feljött a hatalmas folt,
akkor nem tudom szavakban elmondani, hogy mit éreztem. Olyan szintű ilyen nyomás kapott el, hogy úristen, itt van az a hal, amiért már 8 napja küzdünk, amiért ezt a hatalmas munkát belefektettük ebbe a pecába, beleakadt a másik szerelékembe, és nagyon féltem, hogy el fog menni, de szerencsére meg tudtuk oldani anyával azt, hogy kicsit visszább húzta azt a botot, a hal kicsit közelebb jött, és alá tudtam nyomni a merítőt, bele siklott a hálóba az a hal, amit egyáltalán nem gondoltam volna, hogy megfogunk ez alatt a túra alatt, és amiről álmodoztam akkor, minden este, amikor aludtunk, megfogtam azt a halat, amit szerettem volna itt Merenyén, és eszméletlenül nagy boldogság fogott el, hiszen egy hatalmas, csodálatos tőpontot sikerült megmerítenem, ami átlépte a 20 kg-ot. Hát szinte el sem hiszem, hogy ez megtörtént. Ez a 9. napunk itt Merenyén. Volt már itt helyváltoztatás, nem működött a taktika, nagyon magas volt a légnyomás. Nem hittem azt, hogy el fogok jutni egy igazi legendás, óriás merenyei pontig. Viszont az este támadt egy ötletem, elmentem jobbra a part szélén, találtam egy nagy foltot a radaron, ugye elég érdekes taktikát használtam. Azt, hogy nem helyet kerestem, hanem halat kerestem, és arra raktam le a szereléket. Egy szem 20-as lidérc wafter, és megtörtént. 20,5 kg. Egyszerűen kiugrom a bőrömből. Ez a hal egy igazi csoda. Megpróbálom fölemelni, de kicsit le volt tárolva. És itt van ez a varázslatos hal, az évem első 20 kg feletti hala. Kiugrom a bőrömből. Egy igazi csoda. Ez az. Mivel ebben a sorozatban az összes epizódot nagyon részletesre és taktika központúra szeretném készíteni, ezért most is szeretnék beszélni arról, hogy milyen szereléket tudtam sikeresen alkalmazni, illetve hogy mi volt az a taktika, ami meghozta a sikert. Igazából a taktikával szeretném kezdeni, ami az volt, az első gondolatom az volt, mielőtt ideérkeztem, hogy valószínűleg halak azok nem járnak be nagy területet ilyen hideg vízben, mivel az nekik nagy energia, és nem érné meg, nem csinálnak ilyeneket, ezért nagyon fontos az, hogy megtaláljuk őket. Ilyen hideg vízhőfoknál nagyon-nagyon fontos a helykeresés, és én úgy gondolom, hogy szinte értelmetlen azt csinálni, hogy bemenni, és akkor letenni egy bóját, és megetetni, és akkor várni, hogy rámenjenek a halak. Ez nem működőképes, csak akkor, hogyha véletlenül pont egy olyan területre tesszük le azt a bóját, ahol rengeteg hal van, de ez azt gondolom, hogy ilyenkor azért ritka, mert egy ilyen tavon, ahol ilyen sok hely van, ahhoz, hogy ekkora mázlink legyen, ahhoz vagy egy vagy két helyen lehet szerintem ilyet megcsinálni, azon kívül nagyon fontos az, hogy megtaláljuk a pontyokat, és ehhez egyébként szerintem nagyon fontos egy radar ilyen hideg vízhőfoknál, és nekem is az vált be ez alatt a túra alatt, hogy megkerestem a halat, és halra tettem le a szereléket. Tehát én nem azt csináltam, hogy az elején próbálgattam ezt, hogy néztem a mederfeneket, ahol olyan iszapot találtam, ami szimpatikus, oda letettem egy szereléket, nem vált be. Csak kis halat fogtam. Egyértelműen az működött, és úgy tudtam megfogni nagyobb halaimat, hogyha
megkerestem magát a halat, és oda tettem le a szereléket, és minimálisra tetettem rá. Tehát ilyen 3 szem 20-as lidérc boli tetettem, vagy amikor még 16-ossal pecáztam, akkor is egy 4-5 szemet maximum, és egyértelműen ez működött. A szerelékem az nagyon egyszerű volt, én az egyszerűség híve vagyok, én nem szoktam oldalkapcsos olmokat használni, én mindenképpen a belső vezetésűre esküszöm. Azt gondolom, hogy ez akasztás szempontjából, és a fárasztás közben is sokkal jobb, hiszen az akasztásnál nincsen ilyen üres tér, amíg átfordul az ólom, amíg akaszt, tehát egy darab súly van ott, és ahogy bekerül a csali, a horog a hal szájába, az egyből belehúzza a horgot, illetve a fárasztás közben sincsen akkora játéktere, nem tudja a hal fejrázásával ilyen hatalmas köröket, nem tud leírni az ólom, hanem egyszerűen csak kicsit elcsúszik ez a belső vezetésű súly, és lefelé húzza a hal szájába a horgot. Az előkém, a jól bevált előkém egy rövid, fonott előke volt, eleinte Korda Supernatural-t használtam, de a PB-nek is használtam utána egy lágy fonott előke, és én olyan 18 librás méretben, igazából itt talán a konkrét márka nem olyan fontos, én azt gondolom, hogy csak az, hogy sötétbarna, ilyen sötétzöld legyen a zsinór, illetve az, hogy nagyon lágy legyen. Nekem az ilyen 14-16 cm-es előkék váltak be, a horgom az 6-os Wildgrip X volt kordától, ezt fentem is, tehát én úgy gondolom, hogy ilyenkor hidegvízben még annál is fontosabb az, hogy hegyes legyen a horgunk, mint a melegben. Az előkémet Blueback Rigre kötöttem meg, én azt gondolom, hogy ez azért nagyon fontos, mert így még kisebb esélye van a halnak arra, hogy kifújja a horgomat, és igazából ez volt az a szerelék, ami nekem itt ez alatt a 9-10 nap alatt, amióta itt vagyunk, ez nagyon jól működött. Most, hogy elérkeztünk ennek a szerintem elég tanulságos filmnek a végére, még annyit szeretnék elmondani nektek, hogy ezt, amint ezt láthattátok az elmúlt nagyjából ilyen fél évben, nem sok videót tettem föl, hát ennek több oka volt. Az egyik az, hogy most fogom a jogosítványomat csinálni, emellett pedig albérletre gyűjtök, hogy a kedvesemmel össze tudjak költözni, és így nem volt pénz, amiből ki tudtam volna menni hosszabb időre horgászni. Viszont most is itt vagyok, éjszakázom, hajnali 1 óra van, és dolgozom, és most ezáltal szerencsére sikerült kijutnom a vízpartra egy párszor, szóval készül egy még ennél is sokkal-sokkal komolyabb film, amit palotáson forgattunk. Mekkora hal! És arra akartam kiukadni ezzel, hogyha esetleg tetszik nektek az, amit én csinálok a múltban, tudtam már olyan dolgokat mondani, amiket sikeresen tudtatok alkalmazni a vízparton, vagy okoztam egy pár boldog percet, akkor tudtok támogatni kisebb összegekkel. Létezik egy szuper köszönet funkció a YouTube-on, és hogyha valaki utal, az előző videóra is egyébként nagyon szépen köszönöm, érkezett közel 10 000 forint, eszméletlenül jó egy, hát konkrétan amiből a palotási túrámat finanszíroztam, például a repcét abból vettem. Ez elképesztően jól esett, nagyon szépen köszönöm. És tényleg mindenkinek köszönöm, aki támogatja a csatornámat. Garantálom, hogy ez a pénz vissza fog forogni a videókba, hiszen arra gyűjtök, hogy legalább havi egy filmet meg tudjak csinálni nektek. Remélem, hogy tetszett nektek ez a film. Bocsánat, hogy ilyen fáradt a hangom, de tényleg remélem, hogy voltak benne olyan információk, amiket majd sikeresen tudtok alkalmazni. Találkozunk a következő filmben. Sziasztok!